Hölgyeim és uraim, egy kis figyelmet kérünk szépen, hiszen elérkezett egy pillanat, amelyre nagyon-nagyon régen vágtunk. Igazából egy olyan különleges kiállítás megnyitónak a résztvevői önök, amilyenről nem is álmodtunk igazából, mert akkor, amikor ez a terv megfogalmazódott, hogy Balla Demeter kiállítását itt megrendezhetjük, igazából sokáig nem is tudtuk, hogy milyen képek lesznek majd itt, és akkor, amikor Kincses Károly fotomuzeológus és a kiállítás kurátora kiválasztotta a képeket, majd ezek a képek itt megjelentek, igazából akkor tudtuk meg mi is, és szembesültünk ezzel a kincsel, ezzel a különlegességgel. Engedjék meg, hogy nagyon nagy szeretettel köszöntsem Önöket. Nagyon örülünk, hogy ilyen sokan eljöttek erre a megnyitóra. Külön tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntjük Balla Demetert, természetesen Kincses Károlyt, és szeretnék Önöknek egy rövid történetet még elmondani, hiszen itt áll mellettem Mátyás László, ennek a könyvesboltnak és a galériának is a vezetője, és igazából az ő álma volt 4 évvel ezelőtt, hogy egyszer itt ebben a galériában Balla Demeter képek lógjanak a falon, és sokáig kellett erre a pillanatra várnia, de nem adta fel, mert soha semmit nem ad fel, hála az Istennek, és végre elérkezett ez a pillanat, tehát igazából a gondolat az ő fejében fogalmazódott, és szívében fogalmazódott meg, és számára is most egy nagy öröm és boldogság, és természetesen számunkra is. Nekem most már csak az a tisztem, hogy felkérjen Kincses Károlyt, hogy nyissa meg ezt a nagyon-nagyon különleges kiállítást. Ilyen előtti szóna, kedves barátaim, nagyon köszönöm, hogy itt vagytok. Nagyon köszönöm, hogy az én kedves Fejér László Kossuth-díjas festő barátom is megtisztel a kedves feleségével. És kérem, hogy engedjék meg, hogy szóljak az én drága Gera Mihály barátomról, akinek ma volt a temetése, 50 éves barátság kötött össze bennünket, és szeretném, ha emlékeznétek erre a kiváló magyarra, aki 20. század legkiváló fotós szakembere volt. Nyugodjon végébe! Azt szeretném megosztani azokkal, akik nem voltak ott délután a Filmei úti temetőben, hogy Bánkuti András a gyászbeszédében azt mondta, hogy ahogy Molnár Istinek a tavaly előtt elhunyt kiváló grafikusnak tiszteletére alapítottunk egy díjat a legjobb tervezőknek, úgy megpróbálunk csinálni egy díjat Gera Mihálynak, aki ami a Gera díjat minden év sajtófotóján az előtte való év legjobb könyvének szerzője, tervezője, létrehozója kapná. És ezzel azt gondoljuk, hogy a Mihály, aki nem csak a barátunk volt, de nekem például a tanítóm is, és még itt gondolom sokaknak, valahogy túlélje azt a pillanatot, amikor
megnyitotta a temetőszolga az urna alatt a vízsugarat, és szétment minden, ami fizikai még maradt belőle. Tehát ennyit szerettem volna én is a Mihályról. És akkor most térünk vissza a kiállításra. Az opuszomnak az a címe, hogy mi az, hogy a fotóriporter. Ünnepi alkalom ez a mai, mert Balla Demeter talán 113. kiállítását nyitom meg most ehelyt. Érezhetnének ebben a mondatban némi iróniát is, de esküszöm, nincs egy szemernyi sem. Két okból nincs. Egyrésztről, mert Balla Demeter a barátom, sok szempontból tanítom, velem mindig törődöm, ezért a legkevesebb, hogyha valamire kér, azt megteszem. És eddig 113-szor kért. De a másik legalább ugyanennyire fontos. Hogyha az ember egy kicsit is rátarti a tudására, a hitére, presztízsére, csupa ilyen korszerűtlen dologra, akkor nem eshet meg, hogy kétszer ugyanazt írja, mondja. Az viszont meg már komoly szakmai kihívást jelent, hogy egy alkotóról legyen az bármennyire is komplikált, összetett személyiség, 113-szor más, de ugyanakkor érvényeset mondja. Hát és én szeretem a kihívásokat, ennyit előjáróban. Középjáróban pedig néhány szó a mostani kiállítás koncepciójáról. Balla Demeter hosszú fotós pályafutása 53-ban kezdődött az Ikarusz gyár Mátyásföldi üzemében, ahol egyebek mellett fotós is volt, jól hasznosítva a katonasságnál szerzett mozigépészi vizsgáját. Első fotóriportjai egyike a Rákosi elvtárs látogatást tesz a magyar ipar egyik zászlós hajóján az Ikaruszban Mátyásföldön. Hogyha körbenéznek, látnak belőle itt a túlsó szobában is egy képet. 3 évvel később döntött el, hogy se nem műszerész, se nem propagandista, hanem ehelyett inkább fotós lesz. Addig pedig járta az öntevékeny műkedvelők útját, kiállításokat látogatott, albumokat forgatott, és más fényképezés megszállottakkal beszélgetett. És végigfotózta az 56-os forradalom Budapestjét. Nem akárhogyan, de csak úgy magának. Ne, egy kicsit ne engem nézzenek, nézzenek hátra arra a falra, arra a 3 képre. Az évek során én legalább 1056-os képet láttam a forradalom Budapestjéről, de ilyen 3-at még egyet sem. És azt kell gondoljam, hogy ha semmi másért, ezért. Ugyanis azt is gondolom, hogy nagyon sok kiállítás nyílik Budapesten, Magyarországon, a világban. Az ember ezért, azért, amazért mindegyikre elmegy, vagy a legtöbbre elmegy, és a legtöbbről úgy megy el, hogy nem visz magával semmit, legfeljebb egy pogácsát a zsebében. De hogyha úgy megy el, hogy 1 képet, 3 képet magával visz, akkor megérte megcsinálni az egész kiállítást. Meggyőződésem, hogy azt a 3 képet nem fogják elfelejteni. 57-ben sikerült megszerezni a fényképész szakmunkás bizonyítványt, és innentől a fővárosi fotóvállalat fotósa lett. Riporteri pályája ekkor újabb lendületet vett, képeslapoknak, könyvkiadóknak adta el riporttípusú képeit. 69-től már a lapkiadó vállalat szerkesztőségeiben dolgozott, képeit keresedik a Trade magazinban, a Szovjetunióban, az Ádám magazinban, meg még egy csomó helyre, kérésre sorolom majd. Az Ádámtól ment nyugdíjba 88-ba, azóta meg már csak a saját örömére fotografál. Ami tárlat most itt látható, az 1956 és 88 közötti időszak olyan képeiből válogatott, amelyek felidézik a sajtófotós Balla Demetert, akinek ezeket a képeit ilyen válogatásban, ilyen címmel egyszerre még soha semmikor sem mutatták be. És aki pedig veszi a fáradtságot és mélyen önmaga szemébe nézve saját magának bemeri vallani, hogy nem ismeri a csendéleteket, aktokat, portrékat, életérzéseket, humanizált tájakat és misztikus tárgyakat fényképező Ballát, az egy percig se gondolja, hogy nem mulasztott el valami fontosat. Tessék tehát gyorsan átlapozni a Legyen meg a te akaratod és a Titanic képei albumokat hátul letéve, és aztán ezek mellé bátran besorolhatók a most itt falra tett képek is. Végezetül szerintem rajtam a vénséges vén fotomuzeológuson kívül már senki sem ismeri Balla 1981-ben írt életrajzának szavait.
És ha már ezt a címet adtam a kiállításnak, hogy a fotóriporter, így csupa nagybetűvel, akkor tessék szíves lenni, meghallgatni és elmélázni az itt következő idézeten. Utána én már egy szót sem szólok, vegyék úgy, hogy a kiállítás megnyílt automatikusan. Az idézet. Fotótevékenységem középpontjában az emberábrázolás áll, krónikásnak tekintem magam. Mint fotográfusnak az a feladatom, hogy korunk történéseit, állapotát, személyiségeit a magam alkotói objektivitásával megőrizzem. A fotografálás nem csak technikai vagy művészi feladat, de etikai is. Nem célom, hogy bárkit olyan pillanatban lepjek meg, amikor esetleges helyzetben van. Alakjaimat tisztelem. Ha nincs velük érzelmi kapcsolatom, nem fényképezem le őket. Felelős mesterség ez.